szombaton, Budapest Open, második helyezett, ami egyébként egy nagyon nagy tett, hiszen te az U12-es kategória közepén tartasz ugye korba. Hogy érezted magad, és milyen élményekkel fejezted be ezt a versenyt? Nekem nagyon tetszett ez a verseny, így hangulatot adott a sok ember. Jó volt. Rendre bejöttek a fejrugások, azért ez jó érzés, nem? Hogy az edzés munka visszaköszön. Igen, nagyon jó, amikor fejbe rugom, és utána nagy kies mindenki örül. Egy ilyen plusz élményt ad. Volt egy magas ellenfeled, azt is tök jó megoldottad. Igaz, hogy ez bírói döntéssel sikerült megnyerned, de ugye egy ilyen nagyon látványos elmozgással sikerült azt a meccset hozni, hogy sikerült elhajolnod a hosszú ellenfél karjai lábai között. Sok mindent nem láttam, annyit látom, hogy mozdul a lába, és akkor megpróbálok kihajolni, és sikerült megoldani. Jó van, gratulálok, Bot, egy kicsi hiányzott az aranyéremhez, ugye 3-2-re, de azért nem bánkodsz, jól érzed magad, jól élted meg, ugye? Igen, sok tapasztalatot is szereztem, jól éreztem magam. Hány meccsed volt ma? 4 vagy 5. Gratulálunk, Bati, csak így tovább. Irány Rijeka. Igen. Péter Panna, ugye hátrányból álltál föl egy csomószor, volt egy kis bokasérülés benne, aztán végén többször mélyrugást csinált az ellenfeled, úgyhogy hát nem vagy jó állapotban, de lelki állapotban jó kell legyél, hiszen történelmi tettet hajtottál végre, mert eddig gyerek kategóriában a Budapest Open-en még nem sikerült aranyérmet hozni. Na, hogy érzed magad azon kívül, hogy kicsit agyon vagy rugdosva? Nagyon fáj mindenem, de nagyon nehéz volt, de nagyon örülök neki. Hány mérkőzést csináltál végig, hogy emlékszel? 4 vagy 5, talán az 5. volt a döntő. És ugye volt egy magyar ellenfeled is a végén, a döntőbe jutásért. Milyen volt egy magyarral küzdeni a döntőbe jutásért? Ismerted már, ugye? Igen, azt hiszem sokkal nehezebb lesz, mert az elején ő nyert végig. Hogy érezted magad a döntőbe? Egy elég verekedős döntő sikeredet. Hogy érezted magad egyébként? Már nagyon fáradt voltam, nem is kaptam levegőt, de azért küzdöttem. Jó van, gratulálunk, Panna. További sok sikert. Irány Rijeka. You can't come down, come down. Don't you ask me why?